Na, hát ennek a küzdelemnek, amit folytatok én nem csak Gyopáros Alpára, a bíróságon, a bírságoktól kezdve a lejárató kampány, a feleségem, a gyermekem, a 12 éves gyerekemnek a letámadása, ennek egy nagyon komoly értelme van. Hogy ez egy olyan ország legyen, ahol az én gyerekeim is majd élnek, és akik remélhetőleg azért büszkék lesznek arra, hogy mi mindig az igazságért küzdünk, jó keresztény módjára, jó magyar módjára, mi önökért, magyarokért harcoltunk, és tisztességgel, becsülettel vezetjük Hódmezővásárhelyet, és képviseljük az önök érdekeit az országos politikában is. Óriási megerősítés volt számomra az, hogy most tegnap, szombaton találkoztam Vajda Zoltán nagyszerű, kiváló képviselőjelöltünknek a 16. kerület Budapest a kampány csapatában egy fiatal emberrel, Misivel, akivel a következő képet készítettem is a Naplástónál. A kép idejére még a 3 éves gyermekét is fölkaptam, aki némileg zavarban, de nem bánta, úgy láttam, legalábbis nem tiltakozott. Nagyon aranyos kisfiú volt, a másfél éves kisöccse úgy szintén, a felesége úgy szintén, és még az édesanyja is ott volt, és ők is nagyon boldogok és aranyosak voltak. Misi ugyanis elmesélte nekem, hogy ők kimentek volna most külföldre. Úgy döntöttek, hogy kivándorolnak, itt hagyják Magyarországot, és aztán egy barátja megmutatta a Partizán interjút, azt a velem készített interjúját Gulyás Mártonnak, amelyet különben mintegy 300 ezer megtekintéssel, azt gondolom, hogy a legtöbb embert értem el én eddig. És bár addig úgy gondolta, hogy nincs olyan politikus Magyarországon, se ellenzékben, sem kormánypárton, akik hitelesen például a keresztény értékrendet képviselnek, és őszinték úgy válaszolnak egy kérdésre, ahogy azt fölteszik, és a többi. És megnézte ezt a videót, és bennem látta meg azt, aki mellé ő szeretne odaállni, és szeretne segíteni. És a kampányban már jelentkezett is, és ott volt, és én végtelen hálás voltam neki. Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy van értelme az életének, és én nekem nem dolgoztam hiába. Nyilván én a 7 gyermekemmel is úgy érzem, hogy nem éltem hiába. Aki 7 gyereket föl tud nevelni, az valami fantasztikusan tett egyébként is, azt gondolom. Az a rengeteg öröm, amit mi kapunk a gyereknevelés közben, az önmagában is persze kellő indok és hála és fizetség azért, hogy valaki gyereket vállaljon. Erre biztatom önöket is, mindenkit, aki még abban a korban van. De hogyha valaki másnak is tudunk segíteni, és hogyha ezt a két nagyszerű magyar gyermeket és a szüleiket, két nagyszerű magyar fiatalt itthon tartottuk az édesanyjuk örömére, meg a családjuk, barátaik örömére, akkor már nem éltünk hiába. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Misinek, ezt elmondtam neki is, most lehet, hogy kicsit zavarba is lesz majd, de végtelen hálás vagyok, nem, ilyen, ekkora örömben nagyon ritkán részesültem eddig életemben. Úgyhogy köszönöm, Misi. És köszönöm Vajda Zoltánnak is, aki tényleg egy hihetetlen, kiváló, okos, humoros, nagyon jó jelölt, és azt gondolom, hogy a 16. kerületiek rendkívül jól fognak járni vele. Előválasztáson kérem, hogy támogassák.